kétféle módon lehet ezeket a bokrokat megfesteni. Vagy úgy, hogy szín helyesen, azaz, mint ahogy itt is elkezdtük, hogy a fő színfoltokat már fölvisszük, azaz egy nézed a bokornak a színét, és látod, hogy ez itt sötét, közepes, világos, narancsos, és a fő, fő formákat fölfest. Ez a színhelyes festés. Jó, amit itt is csináltunk. Ez a klasszikus olajfestési technika, meg azt jelenti, hogy egy sötét alappal mész rá, tehát az első réteg mindenhol egy ilyen sötét maszlak, függetlenül attól, hogy milyen színt látsz most itt. És majd csak a második rétegben alakított ki azt, hogy színhelyes legyen, de lényeg, hogy előtte egy sötét alappal fölfestve. Ugye elmondtam azt, hogy tiszta feketét nem érdemes használni, vagy nem szabad használni, mert matt lesz tőle a kép, hogy ezt a három színnek a keveréke, a kraplak, medzöld, páriskék, ebből a három színből tudsz feketét keverni. És ugye meg lehetne azt csinálni, hogy az egészet kifestjük ezzel a sötét színnel az összes bokrot. De, mivel itt a bokrok összeérnek, ez is összeérezve, ez is összeérezve, hogy az egészet kifestenénk egyszínű feketére, akkor elvesztenénk a formát, amit előrajzoltunk. És azért, hogy ne veszítsük el a formát, tehát ne veszítsük el, hogy ennek itt van a határa, ennek itt van a határa, ennek itt van a határa, azt lehet csinálni, hogy a három színt, amikor elkezdjük kikeverni, mindegyiket kicsit eltoljuk egy valamilyen irányba. Tehát mondjuk ez mondjuk egy kraplakosabb sötét lesz, ez egy kékesebb sötét, ez egy zöldesebb sötét, ez egy megint egy valamilyen sötét, hogy elváljanak egymástól, de sötét. Nem kell ilyen színűt keverni, mint ami itt van, egy nagyon sötét színt kell keverni, csak tónusban a színeket egy picit eltolni, hogy ezek a formák, amiket előrajzoljunk, azok megmaradjanak. És ez az első réteg, és akkor ez megszárad, akkor tudunk rámenni, majd színhelyesen már a festékkel. Melyiket csináljuk? Ezt színhelyesen, vagy klasszikusan? Klasszikusan. Többé? Vagy egy bokrot klasszikusan, a másikat? Színhelyesen ki tudjátok külön, meg tudjátok különböztetni, hogy melyik tetszik. Nekem tetszik. Jó, akkor figyeljetek. Akkor ezt a kettőt megcsináljuk klasszikusan, vagy színhelyesen, jó? Itt meg klasszikusan, és akkor meg fogjátok látni, mivel összeérnek a formák, hogy akkor ez a klasszikusan, hogy mi a jelentőség annak, hogy eltoljuk a fekete színt mindenféle irányba.